másik, ami ugye a törvényi változás miatt most már több egyik tanfolyamot tudjuk indítani, ez a pedagógiai asszisztens, hiszen az új köznevelési törvény szerint szeptember 1-től adott osztály, illetve óvodákban csoport létszám után ugye egy-egy fő, illetve az adott fő pedagógiai asszisztenst kell foglalkoztatni. Itt is vannak olyanok, akik nem bent dolgoznak, de elvégzik. Tehát nagyon sok olyan van, aki bent dolgozik, tehát akár iskolában, akár óvodában, és elvégzi ezt, számítva arra, hogy az több lábon állás, meg esetleg nem ő lesz az, aki, ha szortírozásra kerül, akkor oda jut, hanem mindenki csinálni. Aztán egy elég jól, vagy többször tudtuk indítani az óvodai dajka képzésünket, hogy főleg így, hogy támogatják azt. Most van is egy ilyen kezdeményezés, hogy lehetőleg növelni az óvodák számát, tehát azért a kis településeken is helyben óvodákat megtartani, vagy kialakítani. Egy páran ugye, hogy azért figyelik így a környezetet, ha nem is éppen most, de a jövőre vonatkozóan próbálnak ugye, tehát ez az óvodai dajka. Illetve folyamatosan megy a munkavédelmi technikus képzésünk, ugye ez főleg céges megkeresésekből, vagy cégek iskolázzák be a dolgozóikat, ugye arra, ez megint egy törvényi előírás, hogy kell, hogy legyen. Most ezeknél a képzéseknél természetesen mindig szem előtt tartottuk, illetve a tulajdonosok is, hogy hát alkalmazkodunk nagyon hát most mondjam, hogy tanulókhoz, diákjainkhoz, kinek milyen